A múlt év novemberében adták át a Kisteleki utcai bölcsöde új épület szárnyát. A fejlesztés eredményeként az 1955-ben épült intézmény további gondozási egységgel bővült, ami több mint 50%-os férőhely növekedést jelent, így a bölcsöde további 28 kisgyermeket tud fogadni ezt jelenti, hogy két csoportszobába tudjuk a 28 kisgyereket ellátni, létszámbő, tehát felnőtt szakképzett dolgozói létszámot is bővítettünk ezáltal, öt szakdolgozóval és plusz még technikai személyzettel. Ezen túlmenően a régi épületet, vagyis hát a meglévő épületünkben ablakcserék történtek. Emellett a biztonsági rendszert és a játszóteret is korszerűsítették. A 120 milliós beruházás eredményeképpen most egy korszerű bölcsöde biztosít helyet napközben a körzet három év alatti kisgyermekeinek. Mindig is sok problémát jelentett azoknak az édesanyáknak a munkába visszaállása, akiket az intézmény helyhiány miatt elutasítottak kisgyermeket, ezáltal nem tudott munkába visszalépni. Mivel a bölcsöde 44-ről 72-re növelte a férőhelyek számát, a Székesfehérvári önkormányzat 91 ezer forintot biztosított szobai altatáshoz használható fektetőágyak beszerzésére. Itt vagyunk most ugye egy frissen felújított és bővített intézményben, de nagyon sok olyan van, amikor egy kis gondoskodás, vagy a probléma ismerete önmagában már elvezethet bennünket a probléma megoldásához. Itt is, amikor átadtuk az intézményt néhány hónappal ezelőtt, annak felújítását és bővítését követően akkor merült föl, hogy hiányzik még 14 darab kis ágyikó, amit rendelkezésre bocsátottunk az intézménynek. Az is gyakorlatilag egy intézmény látogatás keretében felmerülő probléma, ami azóta megoldást nyert. A városvezetés folyamatos konzultációt folytat az önkormányzat által fenntartott intézményekkel. Ennek részeként látogatott most a polgármester és a körzet önkormányzati képviselője a bölcsödébe. Ezen kívül több intézményt is meglátogattak. Jártak a Gyöngyvirágovodában, a Zsolt utcai könyvtárban és a Krisztus Király plébánia közösségi házban.